Augusztus végén már a 7. mosolytábort tartották a Tótfalusi Ifjúsági Házban. A Magyar Kanizsai Szociális Központ idén 35 hátrányos helyzetű gyermek számára tette lehetővé, hogy részt vegyen a tábor munkájában, amelynek egyszerre van oktatófejlesztő és szórakoztató jellege. A táborlakók mindannyian a központ felhasználói, a szolgáltatásokat igénybe vevő családok gyermekei, akikkel szakemberek foglalkoztak egész héten. Igyekeztünk egy igazán változatos programot összeállítani a gyermekeknek. Nagyon sok aktivitás, amivel nem csak ők élvezik az aktivitásokat, de nem csak szórakozásról szól ez az 5 nap, hanem valójában oktatásról, és nagyon sok pozitív tapasztalatot szednek össze az 5 nap alatt. Sokat tanultak, játszottak, festettek, sportaktivitások voltak, táncoltak, vidámak voltak, szerveztünk az idén is kirándulást, sajnos a palicsi kirándulás az elmaradt a rossz idő miatt, de sikerült elvinni a gyermekeket Óbecsére a tanmúzeumba. A tábor vége felé már felszabadultan, tele élménnyel mesélnek a gyerekek az együtt töltött napokról. A horgosi Radu Leontina már másodszor táborozik Tótfaluban. Készítettünk ilyen karcsatokat. Készítettünk ilyen karcsatot, mely készítettünk virágokat, készítettünk szép ilyen kis van az a kis virág, amit így papírból így összecsavarsz, és akkor így szépen kidolgozva rárakasztuk, és akkor készítettünk még ilyen nyakláncokat is. A kézműves foglalkozások tetszettek a leginkább a magyar kanizsai Szávics Szandrának is. Látom, hogy te nagyon ügyes vagy, most éppen papírt hajtogattok, ebből mi fog készülni? Hát azt nem tudom, csak mondja az, aki egy tanárnéni, hogy mit csináljunk, és akkor mink azt készítsük. Tehát látom, hogy gyönyörű arcfestés is van az arcodon, ez mikor készül? A szertanárnéni már jött ide táborba, úgy hívják, hogy Szonya, és az készítette, festette. És a nyakláncod is itt készült? Igen, azt az egyik barátnőm készítette. És ki a legjobb barátod itt a táborban? Nincsen legjobb barátom, mindenki barátom. Az idei mosolytáborban látogatást tett Csikós László foglalkoztatási, munkaügyi és szociális ügyi államtitkár Szarabka Edével, a községi tanács szociális védelemmel megbízott tagjával. A vendégek meggyőződhettek arról, hogy a táborlakók jól érzik magukat és aktívan részt vesznek a programokban. Hát én 5 éve voltam ebbe a táborba, mint általános polgármesteri tanácsnok, és 5 év után kaptam ismét meghívást ez esetben a minisztérium képviseletében, és azt tudom mondani, hogy megtartották azt a hagyományt, hogy ma Magyar Kanizsa község területéről összeszedték a gyermekeket, és nyújtottak nekik feledhetetlen 5 napot. Nagyon fontos, hogy minél több gyerek, akit lehet, azt ilyen közösségbe kellene vonzani. Hol tudnak a szakemberek segíteni, és hol tud a minisztérium segíteni? Országunkban egy kis fordulás történt. Tudnélik mindent a civil szervezetek felé tol az állam, és különféle pályázatokat írnak ki a civil szervezetek számára, ahol aztán a szakemberek segítségével tudnak foglalkozni az ilyen és hasonló rászorult gyermekekkel. Számos teendője mellett van-e alkalma arra, hogy eljusson ilyen konkrét helyekre, ilyen táborokba gyermekek, fiatalok közé? Természetesen az elmúlt 1 hónap alatt különféle gyermekek intézeteibe jártam, valamint olyan táborokba, ahol fogyatékos és fogyatékkal élők vannak. 388 ezer gyermekpótlékot fizetünk ki havi szinten az országba természetesen. Ezek a gyermekek azért jelentős része, sőt, nagyon nagy része a szülőknél van.
Per pillanat 4500 kiskorú gyermek van nevelőszülőknél, valamint 698 gyermek van a szociális nevelő intézeteinkben, illetve gyermekintézeteinkben. Számon kívül aztán vannak még a fogyatékkal élő kiskorú gyermekeink, akik gyógypedagógiai intézetekben élnek és laknak. A tótfalusi mosolytábor napjait idén is a vidámsága derű jellemezte, mondják egybehangzóan a nevelők és a gyerekek, ami bizton mutat afelé, hogy szükség van rá ezen túl is. Én köszönetek szeretnék mondani a helyi önkormányzatnak a támogatása, illetve azoknak a személyeknek, akinek köszönhető azt, hogy az idén is sikeresen megszerveztük, valamint, de hát mégiscsak élvezetessé tettük ezt a nyár végét a gyermekek részére. Említettem, hogy a tábor az 2007 óta folyamatosan megszervezésre kerül, de hát most már nagyon sok pozitív tapasztalatunk van. Nagyon jó példa arra, hogy milyen jól lehet a gyermekeket fejleszteni, de hát, hogy mennyire fejlődnek ez az egy hét alatt, valamint a fészek napközi munka során, és hát igyekszünk, de hát jövőre is, és azután is megszervezni ezt a tábort.